Hát szervusz, Mujó! Messze járt testvérem! Hát mi történt veled? Mert tudom ám, hogy voltál Debrecenbe. Nem történt velem semmi. Én csak ott ültem a hátsülésen, odaértünk. Akkor, arra emlékszem, hogy akkor leprogramoztam két gombot, visszafele még egyet, nem történt semmi. Na, felkerekedtünk kedden, kérlek szépen. A Felhő, a Charlie, meg én, és megtettük a kis kötelességünket, úgyhogy leszaladtunk Debrecenbe a Debreceni Kutatás 2.0-ba részt venni. Innen is üdvözöljük Felhőmestert. Igen. Igen, igen. És hát baromi korán indultunk, 6-kor találkoztunk, úgyhogy 5-kor keltem, ami éjjel 2-kor aludtam, úgyhogy 3 óra alvással egy kicsit bamba voltam, de jó volt, meg pláne így menet közben dolgoztam is, úgyhogy gyakorlatilag így beszélgettünk, dolgoztam, aztán csak fölnéztem, és ott voltunk Debrecenbe. Én mondtam, tehát annyira biztos voltam benne, hogy te így hátul ott kinyitottad a laptopot, azt hello. Egyszer csak szóltak, hogy az időnek abba a hurkába érkeztünk, ahol már ki kéne szállni a kocsiból, és nem tudjuk hagyni, hogy ott hátul ellegyél. De nagyon jó hangulatban telt az utazás. Lefele menet egy kicsit kellemetlen volt, mert volt valami baleset a hármason, és eltereltek minket, és valami 128. rangú mellékúton lépésben haladt egy elképesztő hosszú kocsisor, de aztán egy ilyen, nem tudom, 10 perc, negyed óra után megszűnt ez a jelenség, és akkor utána már normálisan lehetett menni. Úgyhogy aztán megérkeztünk Debrecenbe egy kicsit korábban, mint 10 óra, úgyhogy szépen volt időnk még így kávézni egyet, bejelentkezni, beszélni egyet a professzor úrral, és aztán kezdődött a holmi. Ami... A cucc, milyen volt a cucc, mesélj, milyen volt a cucc? Olyan, mint a biciklizés, ott megint 2 percig kellett szívni a techniciummal, milyen gyönyörű, de nem lehetne, tehát én szeretnék techníciumos likvidet előállítani, nem tudom, lehetne róla szó. Hát olyat állítasz elő, Fifika, amilyet akarsz, maximum nem szívja el senki. Hát az már mennyire durva lenne, nem? Tehát, hogy Heisenberg hagyjám a picsába. Izotóp, öcsém! Izotóp! Kőkemény izotóp! Úgyhogy ez volt, mindannyian ott voltunk egy jó 16 percet, most nagyon figyeltek ránk, más kezelő személyzet volt, mint tavaly, úgyhogy nem volt az, hogy így elfeledkeznek rólunk, és ilyen 5-10-20 perceket így ülnek extrába az emberek, mert elfelejtenek szólni neki, hogy oké, akkor vége. Úgyhogy nagyon flottul igazából egy óra alatt mindenfélével lezajlott ez a fele, aztán átmentünk a légzésfunkció vizsgálatra, ahol szintén ugyanaz volt, mint tavaly, kivéve, hogy most már nem volt szénmonoxid vizsgálat. Fújtunk bele a csőbe, mint az őrült, még mindig tökéletes a tüdő, és annyi volt az extra az előző körhöz képest, hogy most vérvételre is kellett menni, 3 kémcsőnyi vért levettek tőlünk, wow. És ott is viszonylag hamar végeztünk, úgyhogy nagyon-nagyon pikpak meg volt. Milyen színű kémcsövekbe vették a vért, emlékszel rá? Áttetsző kémcsövekbe. Ó, bazd meg, a kupak a tetején, az milyen színű azt volt. Azt hiszem világos kék volt, ha jól emlékszem. Igen? Mert ennek van valami jelentése? Hogyne, na. Persze. Na. Hát van a piros kupakos, érted? Azt viszik a centrifuga alá, abból szoktak vérkémiát nézni. Van a lila kupakos, az általában hematológia, tehát abból vérképet csinálnak, és van a kék kupakos. A kék kupakos azt hiszem, hogy az van, de nyilván, ha nem tudom, 3 évvel, vagy 4 évvel ezelőtt
ott jártam utoljára vérlaborba, de azt hiszem, hogy a kék kupakosban van tartósítószer, és akkor abból lehet mindenféle egyéb vizsgálatot, hormont, meg nem tudom én, cukrot, HbA1c-t, PSH-t, TS, izé, 1-2-3-4-5-6-ot, bármit abból lehet utána mérni. Nem, én úgy emlékszem, hogy kék volt. Aha. És három képcső, akkor jól eltartósítanak minket ott. Így van, és ami, és ami egyébként ebben a vérvételben az senkinek nem tűnik föl, de az a legnagyobb szám, hogy vákum van a csőben. Tehát a vérvétel azóta ilyen, megy ilyen flottul, nem tudom, te jártál olyan vérvételen, még lehet, hogy már nem. Amikor nem vákumcsövekbe vették le, hanem sima. Csak így folyt. Kémcsövekbe, igen. Az gyalázat, az gyalázat. Rémlik, hogy egy ilyen 20x évvel ezelőtt voltam az STK-ban egy ilyen. Az gyalázat, viszont ezekben a csövekben vákum van, úgyhogy ahogy a nem tudom mi a szakszerű neve ennek a kis csőnek, amit bele szúra a csőbe, az abba pillanatban szívja. Tehát, hogyha megtalálta a vénát, akkor flottul lemegy a vér. Nem kell várni, érted, amíg kicsorog, meg nem tudom én, lefejik belőle. Egészen gyors volt tényleg. Azt nem tudtam, hogy ez ilyen. A vért. Valószínűleg senkinek nem tűnik föl egy idő óta, pedig ez a legnagyobb csoda ezekben a csövekben, ugye zárt vérvételi rendszernek hívják. Azért zárt, mert egy gumilapot szúrsz át, tehát nincs az, hogy leveszed a dugót, érted, teleköpködöd azt vissza a cuccot, hanem tényleg ez abszolút zárt, és a legnagyobb újítás, még egyszer mondom, legalábbis nekem ez a legnagyobb csoda, hogy vákum van a csőben, és így kiszívja a véredet. A vámpír cső. Igen. És aztán megvoltunk ezzel is, akkor ott némi nézeteltérés támadt az egyébként nagyon kiegyensúlyozott csapatban, mert én meg Felhő nem szerettünk volna étteremben ebédelni, hanem ha már ilyen gyorsan lepörgött, akkor inkább jöttünk volna vissza. Charlie viszont szeretett volna tisztességesen ebédelni, úgyhogy leszavaztuk, és bementünk a grandiózus fórumplázába Debrecenbe, és ott a kajáldáknál azért rendes meleg ételt ettünk, de ezekbe a gyors éttermes bigyókba rántott gomba, ilyesmi. És a leges legjobb, hogy kiszúrtam, hogy van gyümölcsrizs, úgyhogy megfejeltük még visszafelé az útra, hoztunk magunkkal egy-egy bödön gyümölcsrizset, és azt elfalatoztuk ott. Az aránylag egyébként, most, hogy mondod, elég ritka már így étteremben a gyümölcsrizs. Hát de nem étteremben voltunk, mondom, hanem ez a hát nyitott gyors étterem, kajáld, ami rámutatsz, hogy ezt kérek, azt kérek, azt kérek, összerakják. Gyors kajáld. Én egyetlen egy lelőhelyet tudok precízen, ahol mindig van, az a Dunaplázába alul az egyik, ott mindig van gyümölcsrizs. Én nagyon megörültem neki, mert tényleg ritkán találkozni vele, kivéve az ember gyakran jár a Dunaplázába természetesen, amit én nem teszek. És hú, nagyon megörültem neki, ritka mindenség. És milyen volt hazafelé az utatok? Az is hamar eltelt, mert hazafelé is dolgoztam, hogy hasznosan töltsem az időt. Ott is az volt, hogy így gyakorlatilag fölemeltem a fejemet, és így, hú, már itt vagyunk a mexikói úton. Úgyhogy nagyon hamar visszaértünk, eseménytelenül telt az út. Úgyhogy még be tudtam menni dolgozni délután 4 magasságába, de addigra már annyira fáradt voltam, hogy egy fél óra múlva gyakorlatilag már fejemből nem láttam ki. Ez a 3 óra nem alvás, egy kis radioaktív extra a szervezetnek, hogy küzdjön meg vele. Meg az út oda-vissza az teljesen kiütött, úgyhogy egyetlen egy dologra voltam igazából képes, hogy megállás nélkül pisálni jártam, ahogy próbált a szervezetem megszabadulni a techníciumtól. Hát nem vagy normális konkrétan, tehát én így javasolni fogom a munkahelyi előjáródnak, hogy terjesszen elő a digitális stahanovista emlékbit, vagy nem tudom, lézerdisk kitüntetésre, mert ilyen, nem is tudom, út után még bemenni dolgozni.
Mondd azt inkább, hogy nem akarsz hazamenni, vagy mit tudom én, érted? Nem, mert sokkal egyszerűbb lett volna hazamenni a mexikói útról, de hogy pont úgy hagytam abba az autóba a munkát, hogy még így hiányzott a szép érzékemnek az íre föltenni a pontot, és akkor azt így egyszerűbb volt bent megoldani, bár itthon is meg tudtam volna oldani, de ha már úgy kommunikáltam, igen, mert ha, megyek még. Mert ha az autóban teszed fel az íre a pontot, akkor szerintem be se mész. Nem, nagyobb mennyiségű adatot kellett volna megmozgatni, úgyhogy azt azért nem szerettem volna Charlie mobilnetjén keresztül rántani. Hát figyelj, hát bírja, hát ne viccelj már, hát ó, a Charlie mobilnetjén én full HD-ban néztem volna valami borzasztó filmeket végig az úton. De ugye ez volt igazából. Ennyi, ami történt velem, kérlek szépen ebben az ügyben, és nagyon tudom javasolni mindenkinek, hogy tényleg fájdalommentes, nyilván a vérvételt leszámítva, de hát azért mégiscsak egy vérvételben nem bakkanunk meg, és nem kell végre dohányozni hozzá, tehát ez annyira emberbarát, hogy hú, nagyon klassz, és tök jó lenne, hogyha minél többen le tudnánk menni, és legyen sok-sok adata a professzor úrnak hozzá. Kíváncsi vagyok, hogy milyen leszünk a végén. Szerintem többen, mint a dohányzós challenge-en. Remélem. Én ezt vizionálom így a jövőre nézve. Tessék összeszerveződni jó kis telekocsikba, lespurizni, lehet jókat beszélgetni közben. Nagyon szép volt az idő is igazából, ahhoz képest, hogy januárt írunk. Klafa volt. Na de, veled mi történt, Fifika, az elmúlt egy hétben? Ó, képzeld el, szívmelengetőbb az volt, amikor így lekoppant a postaládámba az angol egészségügyi minisztérium számlája. Ó, micsoda international vizekre elvező. Hú, te. Hadd ne mondjam. Tehát ezek nem tököltek. Nem is tudom, mikor volt a bejelentésünk. December ilyen 26-7, és akkor azt hiszem múlt hét pénteken jött a... Bocsánat. Tehát először úgy volt, hogy ők küldtek egy proformát. Tehát, hogy ők így tudják a számviteli szabályzatot, nem úgy, mint a egyéb más országok intézményei. Ők küldtek egy proforma számlát, befizettük, és megjött a számla. Tehát azt hiszem rá egy ilyen 4 napra, 5 napra befizetés után megjött a számla. Szép, nagyon fejléces, nagyon minden. Flott. Ahogy az megvan írva a nagykönyvbe. Úgyhogy a Blossz már betett a lábát a szigetre is, és még 20-val, nem az sok, nem. 11, egy pár országot nem jelöltünk meg, ahol irreálisan magas volt a bejelentési díj. De az angolok nem tartoztak ezek közé, úgyhogy... Dánia például. Azt hiszem Dánia, meg nem tudom, tehát a spanyolokat végül is behúztam, mert úgy voltam vele, hogy jó, oké, akkor főtesszük az íre a kalapot, bár nem tudom, hogy Spanyolországba eljutunk-e mondjuk az elkövetkezendő 3 évben, de azért legyen meg ott is, és bejelentjük a... Mert hogy ott... Ja igen, ott külön kell nekik még papírozni, azt már így elkezdtem összerakni, és remélem nem kell spanyolra fordítani, mert akkor dobok egy hátast, és nem kell pluszba fizetni, úgyhogy azzal nincsen így gond, de na, szóval jó esett a lelkemnek, hogy ha már a lányaim ott dolgoznak, akkor legalább a bejelentést megtettük. Aztán, hogy ebből mikor lesz üzleti kapcsolat, azt nem tudjuk, de legyen meg. Ugye, mert innentől kezdve 6 hónapig helybe toporgás van. Ez volt az egyik. A másik, hogy el ne felejtsem, mind a kettő téma hozzád fog kötődni. Jaj. Hát baszki, hallgattam Zubojt. Na.
Hát ez olyan öcsém, mintha vágtázó halott kémeket megdugta volna 3 plusz 2. És mondjuk az ebből a frigyből származó gyermeket a, nem is tudom, baszki, a Korda Gyuri bácsi hordta volna óvodába, és hát egyébként, hogy mondjam, nem berzenkedtem tőle, csak először, tehát elsőre nem értettem, illetve nem elsőt, így hallgattam az első zenét, és akkor tudod, így pörög a fejedbe, hogy ez most komoly, vagy nem, ez most komoly, vagy nem, és aztán amikor a szöveg is elkezdett a zene után menni, mert addig ezt nem tudtam eldönteni, hogy ezek amatőr, nem is tudom, kisiskolások délutáni műszakban paródia, és azt hallgatom, vagy ez tényleg egy zenekar, tehát ilyen nagyon professzionálisak. Nagyon ambivalens érzéseim voltak. Hát nem egy Kusturica, az tény és való, de nem volt egyébként rossz. Volt egy-két zene, ami kifejezetten tetszett. Ugye rengeteg ilyen földolgozásuk van, meg rengeteg ilyen népies, ikletésű dallamot építenek be. Néha mondom, ilyen teljesen ilyen Kusturica utánérzésem volt. Bár én azt gondolom, hogy azért zeneileg még hagy kívánni valót maga után a dolog. Nem is biztos, hogy az ő hibájuk, tehát hogy inkább ilyen hangszerelés meg hangmérnök. Igen? Én nem is nevezném ezeket, hogy hívjákoknak, feldolgozásnak igazából, mert egy dalon belül is 4-5-6 dolgot összegyúrnak a népdaltól a 80-as, 90-es éves slágereim keresztül ez a hip-hopba, mindenben. Nem is tudom, mindről. Ja, az a kérsz taslit. Igen. Hát azon kész van. Ezt meg fogom keresni, föltesszük a videók közé, mert ez kifejezetten tetszett. Kérsz taslit. És ott is valami 4-5 számot dolgoznak föl, abszolút elvarázsolt szövegekkel. Nem volt rossz, tehát ilyen kicsit humoros, kicsit ilyen, kicsit olyan. Voltak egészen komolyra hangszerelt számaik is. Nem, annyi egyébként az egésznek az apropója, hogy már rettentően unom az úti zene összeállításomat, és akkor így most elkezdtem vadászgatni. Én egyébként nagy híve vagyok az undergroundnak amúgy, és akkor így elkezdtem összeszedni ilyen underground, meg nem tudom én, egy picit erre húzó zenekarokat, és hát így láttam a nevüket, mondom, ez valahonnan ismerős, mindegy, hagyj jöjjön. És akkor így, na mondom, egyből beugrott Zuboly, hát ez a Mujó zenekar, a Bakker, azért volt ismerős a nevük. De jó, most olyan így hallgatom. Olyan hangulatuk van élőben, fú. Hallgatom végig a kocsiba, és ami tetszik, azt meghagyom, hogy csinálok egy ilyen nagy mixet, azért 8 óra standard, 7,5, de inkább 8 standarden az út, attól függ, hogy milyen éppen a körülmény, és akkor így. Az a másik hír meg, hallottad, mit csinált a Xiaomi? Nem, mit csinált a Xiaomi? Hát lefrissítette a telefonodat. Mit csinált? Lefrissítette a telefonodat. Mit frissített? Ja, kijött egy új? Kijött egy új, de állítól, nem tudom, hogy a tied megkapta-e, de ugye ez úgy van a Xiaomi-nál. De mit, szoftvert frissített, vagy kiadott egy A1-2-t? Nem, szoftvert frissített. Úgy van a Xiaomi-nál, hogy a frissítési sorrend az úgy kezdődik, hogy Kína. Tehát a legelső frissítést azt Kína kapja meg. Tehát az ugye kínai és angol nyelvű ROM, nincs is más nyelv benne. Utána jön a nemzetközi, és van, amikor a nemzetközit is szétszedik, tudod, a kicsit cirkalmasabb, meg nem annyira cirkalmasabb betűt használó nemzetek között. Bocsánat. És szara frissítés, amit kiadtak. És most már állítólag napok óta küzdenek vele,
Úgyhogy a végén fogták és kiadták az összes drivert, mindent, ami ahhoz kell, hogy főzze a telefonra saját romot. És az XDL developer természetesen egyből ráugrott a sztorira, és ott okos emberek még azt is mondták, hogy elméletileg a tiszta szoftverbe résztvevő cégek ezt alapból ki is adják mindig. Úgyhogy nyílt lett a forráskód, minden az ég adta világon, lehet az egy A romját úgy berhelni, ahogy csak akarják, de úgy néz ki, hogy ez az utolsó Android frissítés, és az egy A nem annyira szerették egymást. Nyilván van oka, meg valószínű, hogy a fejlesztői közösség azonnal meg fogja találni, vagy hát napokon belül, ha nem is azonnal. De azért ez szerintem egy jó hír, nem? Jó pofa, igen. Nekem mondom, jött ki januári frissítés, de akkor szerintem ez nem ez volt. Nem, ez... Az még múlt héten jött. Ez nem a... Szerintem a legutolsó cikket olvastam róla, csak néztem én is ki a fejemből, mondom, mi a túró van már ezzel a telefonnal, és akkor mondták, hogy visszavonták, tehát kiadták, visszavonták, azért gondolom, hogy először ez Kínának ment ki. Ugye ott azért, lássuk be, nagyságrendekkel nagyobb a tesztelő közönség, mint Európában. Ja. És vissza, tehát annyira nem bírtak vele, hogy visszavonták, aztán kiadtak egy újat, az se lett jó, annak is voltak ilyen bagos részei, és csak ezzel a verzióval, tehát gondolom, hogy a Google is valamit frissített, és valami nem megy valamivel, úgyhogy most ezt a meredeket, ez azért meredek egyébként, mert a Xiaomi meg így bezárkózott, tehát nem tudom, nyilván nem annyira kísért ez a cég történetét, de hogy a Xiaomi romokat, illetve a MIUI felületet, azt főzik egy csomó nem Xiaomi telefonra is. És egyszer két éve, azt hiszem, vagy lehet, hogy már három is, egyszer csak úgy döntöttek, hogy bezárják a bootloadert, és nem lehet nyitni a telefont, csak engedéllyel. Tehát az én telefonom is nyitott bootloaderes, ez ilyen kvázi tesztelői telefon, tehát én heti frissítésbe kapom a MIUI romokat, de ehhez be kell regisztrálni a Xiaomihoz, meg kell kérni, hogy nyithasd a bootloadert, és egy szoftverrel kinyitott hivatalosan a bootloadert, tehát akkora probléma nincs, csak hogy a sima mezei felhasználó, aki nem akar ezzel baszódni, az ne csináljon vele semmit. Tehát aha, egy zárt rendszere van. És amin egyébként a gyári, tehát a havonta kiadott frissítések, amik az ő telefonjára megjönnek, azok hiba nélkül lefutnak, de nem tudja mókolni, meg mindenféle dolgokat állítgatni benne. Ez a lényege. Tehát úgy nézett ki, hogy a Xiaomi elkezd így visszafelé vonulót fújni a zárt rendszer irányába, és most meg így fogta, az pikk, kinyitotta az összes ablakot, kész. Jöjjön, vegyen mindenki belőle, azt csinálja, ahogy akarja. Ez mondjuk lehet, hogy jót fog tenni magának a készüléknek is. Ja, majd meglátjuk. Mint hogy általában ezek a dolgok jót tesznek a készüléknek. Aztán velem más. Ja, hát a szórakozott professzor effektus, ezt elmesélem, mert annyira, tehát komolyan, annyira le vagyok már fárasztva ebbe a különböző hivatalos szagákba, meg mindenféle ideírni, odaírni, ezt összefoglalni, azt megcsinálni. Most éppen a grafikusok szívják a vérem. Hogy szoktam, van egy tesztelőkör, aki az új aromákat, amiket behozunk. Nyilván még én is átfuttatom, ugye átnézem az összetételeket, mindenféle kasszám szerint, stb. És aztán, ha tetszik, akkor kiadom. Van egy pár olyan ember, akinek megbízok az ítélőképességében, és a tesztelés
metodikáját ugye előre lebeszéljük, és akkor ők megcsinálják ezeket a próbakeveréseket, és véleményezik, hogy ez mivel lehetne jó keverni, vagy jó, nem jó, stb. És az egyik ilyen csomagba beleraktam a Xiaomi segeremet, és elküldtem. És nem tudom, tehát így már 4 napja keresem az egeremet, hogy hol van. És ma reggel fölhívott a srác, hogy te figyelj, jött a csomaggal, az aromán kívül még egy hófehér Xiaomi egér is. Oh. Az direkt. Oh. Hát, mondom, tudod, hogy 4 napja nem tudom, hogy hol a picsába van az egerem. Ó, na szóval, nem egyszerű. Úgyhogy velem ennyi történt. Akkor jó kis hét volt ez is. Ja, és természetesen figyeltem a debreceni sasszét, a live-ot is megnéztem menet közben. Velem még annyi történt, kérlek szépen, hogy eltelt egy hét, úgyhogy belaktam a telefonomat, és rendkívül elégedett vagyok. Na. Ma járt a kezemben egy ilyen telefon stock androiddal. Fürge. Nagyon klafa. Föltettem rá mindent, ami kell. Minden fut, minden jó fut. Fotóztál is már vele? Fotóztál is már vele? Fotózni még egyet fotóztam vele, a tüdő bigyó. Spirometria mindig, légzésfunkció ez az, ez nem jutott eszembe. A légzésfunkciós leletemet ezzel fotóztam le, úgyhogy ez nem egy nagy kunszt, mert egy darab papírt lefotóztam, de hogy úgy nagyon nem. Nem voltam még kint, hogy fotózzak. Látod, milyen, tehát olyan dolgoktól szabadítod meg magad, én tudom, hogy nem tudlak rá beszélni, de így eszembe jutott, hogy a MIUI-ba van egy szkenner nevű szoftver, ami nem egy nagy dolog, hogy ott van a cuccok között, de hogyha azzal fotózol, akkor azt tudod, ezeket a torzulásokat helyre teszi, amit így a nem párhuzamosan tartott kamera és az egyéb dolgok csinálnak, és én imádom. Oké, ennyi, tehát én nem akarlak rábeszélni, csak mondom. Hogy... Nem kell rábeszélni, Fifika, mert a Google is kiadott egy ilyen alkalmazást, úgyhogy azt föltettem. Nem, mint hogy gyakran fotóznék fényképeket, meg papírokat, meg ilyesmiket, de most már van rendes, úgyhogy nem kell eltévejednem messzire a gyári alkalmazásoktól. Alap ötletétől. Ja, meg még annyi volt, azt nem meséltem, mert az később történt, hogy rendeltem egyúttal, ha már így új telefon, meg egybevettem, meg mit tudom én, akkor rendeltem hozzá egy ilyen kis szilikontokot, meg edzett üvegvédőlapot, meg mit tudom én mit, és basszus, letakarítottam az alkoholos kencével, a mikroszálos kencével. Nem eléggé. De nem tökéletesen eléggé. Letakarítottam az egészet, rátettem az üveglapot, és így pont a közepén, az alján, ami annyira nem látszott, de így pont a közepén ott volt egy porszem, és így köré gyűlt ugye a... És az fölemeli. Mondom, ez baromi jó. Néztem 2 napig, aztán leszettem az egészet a francba, és rátettem a ilyen, hogy hívják, műanyag védő fóliát, amit a dobozba adtak hozzá, majd egyszer nekifutok még egyszer. Pedig az üveg tényleg nagyon jó, tehát az, na, bírja a strapát, bár szerintem edzett üveg egyébként is a Xiaomi, tehát ha teszel rá egy sima fóliát, akkor se lesz olyan nagy probléma, kulcsa együtt ne tedd zsebre. Tehát azt nem pedig fogja szeretni. Pedig elvileg a Gorilla Glassnak meg kéne enni, ez basszus, és az előző telefonom is Gorilla Glassos volt, és úgy összekaristolódott a zsebembe, mint a Sheets, úgyhogy most már próbálok vigyázni rá. Ja, és a vicc basszus, hogy 3500 forintot elkértek ezért a nyomorult üveglapért, amit egyébként $1,5 meg lehet rendelni Kínából, úgyhogy ez lesz a következő projektem, hogy fillérekért beszerzek védőtokokat. Tudod, hogy nem a telefonodon volt a porszem? Hanem azon a nyomorult üveglapon, igen. Hanem ahogy lehúzod az üveglapról a fóliát, és odaszippantja, vagy megfordítottad, mielőtt rátetted, és pont akkor ért oda a
kis levegőben, a levegő, porszem. És fú, én annyiszor jártam így, hogy ezt el nem tudom mondani. Egyébként talán még az üveglapot vissza lehet húzni, és akkor valamennyit tudsz rajta ott vakargatni, ha nagyon a szélén van. Ez a kellős közepén volt. De nem is ez volt a legbosszantóbb, basszus. A legeslegbosszantóbb az az volt, hogy 3500 forintot elkértek ezért az üveglapért, és keskenyebb volt, mint a kijelző. Értsd, nem az a problémám, hogy nem ér ki szélétől a széléig, hanem kilógnak alóla a pixelek, tehát 2 milliméterrel vékonyabb volt, keskenyebb volt, mint maga a nettó képernyő felület. Most, ahogy mondod, nekem is az én, mondjuk ez már össze van kicsit törve, ez az üveglap, ami rajta van, de itt ilyen, nem is tudom, talán egy ilyen 1/4 milliméterre szűkebb körbe, mint maga a kijelző. Na de hát a keret, tehát a pixeles keret, az szélesebb, tehát olyan nincs, hogy a pixel kilógjon az üveg alól. Az azért már durván szűk. Hát durván szűk volt, 1,5 milli volt összesen bal oldal, Jézusom. Úgyhogy ez eléggé, ennél azért egy kicsit többet vártam, ha már ilyen ajánlott kiegészítőként árulják a telefon mellé. Hát lehet, hogy ez nem a másfél dolláros, csak a fél dolláros üveg volt. Hát én nem tudom, de majd jól bevásároló Kínából aztán kísérletezgethetek. Egészen jó pofa kis tokokat készítenek hozzá, úgyhogy majd. Igen. Én ezt nagyon tudom neked ajánlani. Várjál, most már megnézem Hát ezt lehet, hogy tudom neked ajánlani, csak... Na mindegy. Azt hiszem, ez Neilkintok, ami nekem van, és Frostnak hívják. És ez egy sima műanyag, de egy nagyon klassz ABS műanyag. Nem kopik, kicsit rücskös a hátulja, nem csúszik a kezemből a telefon, és nincsen semmilyen plusz, mert ami előtte volt, annak volt valami kávája, vagy nem tudom, és ez így lepattogott meg. Ez meg egy fekete, egyszerű, vékony, nem átlátszó, mert azt meg utálom, azokat a szilikon szerű tokokat. De annak van egy jó szeretem. Funkciója az átetsző szilikontoknak, ezt a múltkor láttam valakinél a BKV-n. Nemes egyszerűség, alá lehet alá tenni a bérletet. Igen. Az tényleg jó funkció. Na, de hát csapjunk a lecsóba, mert ránk esteledik. Csapjunk kérlek. Illetve menjünk a Rivalda fénybe a hülyeségért. Olvastad ezeket a borzalmakat, ami a héten letarolta? Igen, és eszembe is jutott, hogy bakker, tehát mi vagyunk ezeknek a legnagyobb terjesztőjéért. Nem volt olyan egyszerű is Facebookos csoport, ahol ne lett volna ott valamelyik permutációja ennek a cikknek. Hát ezt mondom, nem hiszem el. És még voltak diszkrétebb cikkek, akik nem ugrottak fejest a szikláról bele a hülyeségbe, de az Index az így minden óvatosságot félredobott, és így kategorikusan jelentette ki a dolgokat, hogy bebizonyították, rákkeltő, most először, nincs kétség, és így mi a tökömről beszéltek, ti basszus? És megolvastam izibe a hozzátartozó kutatást, és így a második bekezdésnél kezdtem el csóválni a fejemet, hogy ez nem azt mondja, mint amit az Index ír. Ez hülyék ezek, basszus? És ez most ilyen cunamiként így végsöpört a világsajton. Egészen elképesztő. Nem tudom, te olvastad-e egyébként magát a tanulmányt? Igen. Az Indexes cikkből a hivat, mert az legalább normálisan benne volt a hivatkozás. Megnéztem. Nem tudom, hogy mennyire számít egyébként szakmailag up-to-date-nek a történet, de én azt gondolom, hogy ezt, amit ők most leírtak, ezt bármivel.
Tehát ecetes vízzel is tudnám produkálni. Valószínűleg igen, nem emlékszem rá, utána kellene nézni, ha emlékszel, volt az a hölgyemény, akik szintén ilyen hatalmas szalagcímekkel debütáltak, hogy már pedig DNS roncsoló úgy, hogy rákkeltő, és aztán szépen vissza kellett. És nem volt időm utána olvasni, hogy az mennyire hasonlított ehhez, vagy mennyire nem hasonlított ehhez. Az az érdekesség itt, és azt kell megnézni, hogy szerencsétlen egereknek basszus, három hétig, vagy három hónapig, most nem is tudom, hogy meddig tolták őket. Erre most így per pillanat nem emlékszem. Megpróbálok belekeresni, hogy hát, ha benne van. Nem, nincsen benne, és most nem fogom megkeresni. Na mindegy, az a lényeg, hogy egy ilyen nagyon turbósan fölgyorsított időintervallum alatt letoltak szerencsétlen egereknek annyi ecigit, amennyi 10 év lenne elszívni. És gyakorlatilag esélyt nem adnak a szervezet saját regeneráló funkciójának. Az első gondolatom az az volt, hogy így megfogják a 10 évnyi folyadékot, amit elfogyasztasz, és megitatják veled három, de ne is 3 hét legyen, mondjuk 3 hónap. 3 hónap alatt megitatják veled, belehalsz, mint a szél. Mint a szél. Tehát nem is tudom, kinek mondtam, hogy figyelj, a vízről is be tudom bizonyítani, hogy halálos. Érted? Ha 5 litert megiszol egy nap, akkor valószínűleg előbb-utóbb elpatkolsz. Tehát úgy fölhígul a véred, hogy hello lesz, érted? Ki? Az nem is a vérhígulás a probléma egyébként a vízmérgezéssel. Azt ismerette a vízmérgezésnek a fogalmát? Nem. Az azért halálos, kérlek szépen, mert hogy agyi ödémát okoz. Iszod a vizet, kellemes. És szépen elkezd bedagadni az agyad az extra folyadékmennyiségtől, és aztán így szevasz. De kellemes. Na, szóval lényeg mi lényeg, hogy megnéztem a hivatkozott cikket, és tudod, így mondtam, hogy a büdös picsátokat, érted? Hát, ezt komolyan, tehát persze, bármi. Tehát kimész a nagykörúton, nyárba, csúcsforgalomba, 20 fokon, futsz egy kört, visszamész, azt nem ezt fogod látni, érted? Hanem, hogy konkrétan lebontották a féltüdődet kalapáccsal, érted? Szóval, na. Édes Istenem. Ez az egyik fele a történetnek, a másik fele meg az, hogy utána elkezdtek in vitro emberi sejtekkel kísérletezgetni, és ugye azokat is nikotinos ecigis párával nyomatták, és tudjuk, hogy az in vitro sejtenyészeteknek gyakorlatilag semmiféle regenerációs képessége nincsen, úgyhogy megint csak ott vagyunk, hogy igen, tehát gyakorlatilag ez a helyes kérdés. A másik két nagyon durva dolog meg, hogy nem volt teszt a dohányfüstre, tehát semmiféle összehasonlítás már, nincsen. Már megint nem az ellenségé hasonlították össze, tehát hogy az igazi verseny az lenne, érted, hogy oké, nézzük meg, hogy a bicikli azt mondod, hogy lassú, na de mihez képest, érted? Tehát, hogy nem volt ott a teknős béka versenypályán se a Ferrari, érted, akkor hogy vonsz le ebből következtetéseket? Tehát borzasztó, mert akár in vitro, akár megújulni képes sejtenyészeten végzik el a vizsgálatot cigarettával is, biztos vagyok benne, hogy a több százszorosát mérik a károkozásnak, mint az elektromos cigarettával. És akkor mi van? Tehát ezt imádom. Az önmagában és önmagáért folyó vizsgálatok. Hú, mindenkinek tényleg csak tudom ajánlani azt a egyszer beidézett előadást, ami a Big Pharmáról szól, mert ott benne vannak ezeknek a kísérleteknek a buktatói. Mennyire egyszerű összeállítani egy olyan kísérletet, ami azt fogja bizonyítani, amit látni akarsz. Egyébként ennyire. Tehát nem kell messzire menni, mert itt van a példa rá. És akkor jön az index, és feltalálja a spanyol viaszt, és most bebizonyították, hogy a nikotin rákkeltő. De megint csak az e-cigarettás nikotin a rákkeltő. Igen, tehát igen, tehát sem a tapasz, sem a rágógumi, sem a tabletta.
komolyan így elolvastam az Index cikket, és ült mellettem az egyik ismerősöm, na mondom, most figyelj, hagyjad már, nem érdekel, azt mondja, tudom, hogy hülyék, de nem, most figyelj. Beütöttem a nikotintapasszót, enter, fölmentem a GlaxoSmithKline oldalára, nicoret.hu, tehát hogy külön oldala van a izének, és ott lekattintod a nikotin hatásai című cikküket, és ekkora betűkkel ki van írva, a nikotinról nem bizonyították, vagy rákkeltő. Hát mondom, akkor ennyit a dologról. Őrület. Ja, meg még átfutottam még a hivatkozott irodalmat is, ami van benne, és megint szokás szerint, amiket így lehet emlegetni, azok többnyire dohányfüsttel együtt fogyasztott nikotin hatásairól szólnak, úgyhogy... És nem, nem, az Indexnél se... Á, na mindegy. Csak fölhúzom magam ezen, mert ez annyira otromba újságírói műhiba, hogy még csak az igényességnek, a tájékoztatás, a precíz, objektív tájékoztatás igényességének a látszatát is elkerüli a dolog. Az az óriási probléma egyébként, hogy a politika abszolút trashbe tette az újságírást. Tehát ma Magyarországon az igazi, régi, oknyomozó és tényföltáró, és mondjuk az igazságot kereső újságírás az nincs. Tehát az olyan, mint a Mátyás király a mesébe. Tehát Mátyás király se járt áruhába, nyilván tudjuk Magyarországot, tehát nincs ilyen újságírás. A trash van, meg a kattintás vadász címek, és a mindenféle ilyen dolog. Én nem tudom egyébként, hogy hova lehet még hűlni. Valószínű, hál' Istennek én már nem fogom megérni azt, amikor tényleg ilyen egybites jobbágyok fogják ezt az országot eltartani, és a kettőbites uralkodók meg baromi jó fogják magukat érezni. De nagyon effelé haladunk. Borzasztóan. Hát egyszerűen elképesztő. Így átszoktam néha menni mindenféle médiában szalagcímeket olvasni, vagy egyáltalán megnézni, hogy néznek ki, és húha, borzasztó nagy baj van. Borzasztó nagy baj van. Ez egyébként abból is látszik, hogy az értelmiség, mint olyan, nem szól. Valaki egyszer nekem mondta, hogy hát ő azt fájlalja a legjobban, hogy ebben a helyzetben az értelmiség nem szólal meg. És akkor így mondtam neki, hogy de tudod miért? Hát miért? Hát nem mondom, nincs. Tehát, hogy itt már értelmiséget keresni, az már tű a szélnek az alban című. Történet. És, hogy még fokozzuk a kedélyeket, egyre több ismerősömnek vámolják a csomagját, meg úgy, hogy beküldi a befizetésről a bizonylatot, és azt mondják, hogy hát ez nem $22, hanem szerintük 65. Basszus. Magyar Posta. De hát van róla egy számlát, $22. És őt, tehát komolyan mondom, így néztem, amit leírt a Posta, már most bánom, hogy nem fényképeztem le, de néztem, amit leírt a Posta, és mondom neki, de hát oda tetted a, tehát leírja a Posta is, hogy befizetési bizonylat alapján megállapítottak, szerintünk ez nem annyi. Érted? És gondolom, hogy egyébként azt csinálják, hogyha olyan termék van a csomagban, aminek esetleg van Magyarországon is, tehát rendelsz egy fúrógépet Kínából, és megnézi Magyarországon, ó, mennyi ez a Black & Decker? 47 000 forint. Hát az nem lehet 5 000 forint. Szerintünk 47. És ez történik. Érted? És ettől még szarabb lesz a helyzet, mert 2 év múlva minden után fogsz fizetni áfát. Nem lesz ilyen, hogy nem tudom, most nem tudom mennyi, 30 euró vagy.
42, valami, azt 40, hiszem, valami. Mindegy, 42 dollár a lélektani 42 határ. Dollár a lélektani határ. Minden után kell, tehát a 2 dolláros szarod után is kell fizetni. Az oké, odáig azt mondom én is, hogy rendben van. De ha a számlával bizonyítom, tehát egy banki tranzakcióval bizonyítom, hogy én ennyit fizettem érte. Nyilván természetesen ezt is ki lehet játszani, tehát nem erről szól a történet. De én egy tranzakciós számlával bizonyítom, hogy ennyit fizettem érte, és azt mondja ott egy, nem tudom, 45 euró, szőke, barna, sárga, kék nő, azt szerintem nem ennyi érted, és nem tudsz vele mit kezdeni. Tehát milyen jogom vagy mi alapján, érted? Mert oké, hát az autóknál rendben volt, mert ott volt egy nemzetközi katalógus, megnézték, ennyi éves autó, jó állapotban, ennyi az ára, érted? Ott nem nagyon tudtál mit csinálni. Na de itt, hát komolyan. Ó, Istenem. Megnéztem, mert hülyeségeket mondok. Magánszemély között 45 euró, még a lélektani határ, és cég magánszemély között 22 euró a lélektani határ, ami alatt nem kell vámot és adót fizetni. Igen, mert most mindenki erre játszik rá, hogy a kínaiak rá fognak állni a magánszemély közötti csomag küldésre. Tehát majd nem a mit tudom is én, a fasztek fogja küldeni a csomagot, hanem Liu akárki, és ez magánszemélynek fog minősülni, és ez olyan tranzakció. Na de basszatod, hogyha egyszer a postás kisasszony azt mondja, hogy szerintem ez 100 euró. Hello! Hát ebből érdekes dolgok fognak még kisülni. Ez a szerinted annyi, de basszus, itt van a bankszámla kivonat, ennyit fizettem, miről beszélsz? Tehát ez nagyon-nagyon ijesztően hülye gyakorlat. Nem komolyan mondom, hogy 30-40 évvel ezelőtt, amikor a borzasztó sínylődő rabságban és elnyomattatásban éltünk, nem éreztem magam ilyen szarul. És nem azért, mert mit tudom én, többet kerestem, vagy jobban éltem, vagy pártfunkcionárius voltam, vagy a rendszernek a nem tudom én, a lepuszilt kedvezményezettje, egyáltalán nem. Egy nem, kurogattak minden szarért. De nem, tehát nem fogták a tököm, nem lesték folyamatosan a gatyámat, mikor szarok, mikor iszok, mikor eszem, mikor hova megyek, mikor mit csinálok, és tehát nem éreztem, hogy állandóan rajtam tartják a szemüket. És én ettől egyre inkább szarul érzem magam, érted? Hogy ilyen szinten beleszólnak mindenbe körülöttem. Most már lassan jön a gondolatrendőrség, tehát még az az, amit így hiányolok a rendszerből, hogy esetleg esténként naplót kelljen írni az aznapi érzéseimről, vagy nem tudom, vagy megfordult gondolatokról, és akkor ilyen 10 miattyán kötszűz Mária, aztán majd lesz valahogy borzasztó. Én nem, tehát mostanában folyamatosan e körül forog az agyam, hogy jövök haza a határon, a román határőr ilyen halál, nem is tudom, milyen unott képpel beveszi a személyokmányomat, valamit beüt a gépbe, visszaadja, hello. És nem egyszer fordult már meg velem az, hogy amikor a magyar határőrhöz odaértem, aki egyébként nem határőr, ő egy rendőr, egy BM alkalmazott, és odaérek, és akkor tudod, így kezdődik az, ami nem is tudom, 82-ben volt. Merre jártunk? Mit hozunk? Én meg te? Semmit. Hát ez komolyan, és csak nézek ki a fejemből, hogy ezek honnan, tehát hogy ezt így tanítják, hogy meg kell, és volt olyan, hogy bakker nem tudtam meg, tehát annyira meglepődtem, hogy nem tudtam megmondani, hogy hol voltam. Mondom, mindjárt szétszedik az autómat. Hol voltunk? Istenem. Na mindegy. Hát ez van.
Ezt kell szeretni, de majd én hoztam még egy témát, Fifika. Eldöntjük a szavazófülkék magányában. Igen? Ami nem ecigis téma, de amit szoktunk néha, hogy a héten történt, és mi van vele, és én sokkot kaptam. És áldani tudom, hogy soha nem mentem át a Telenorhoz. Most jött a hír, hogy Mészáros Lőrincék vételi ajánlatot tettek a Telenor Magyarországnak. Figyelj, de ki, szerinted ki tudná megvenni rajta kívül a Telenort, érted? Vodafone-nak nem kell. Nyilván a T-System megint nem akar bevásárolni még egy telefoncéget. Hát van nekik, igen. Ugye a Lidl az kicsi, azért lássuk be ahhoz, hogy ő ilyet üzemeltessen. A Tesco is, hát kinek lehet itt annyi? A magyar Zuckerberg, hát ennyiért. De csak így a számok kapcsán, hogy a portfólió becslése szerint a Telenor Magyarország 235-325 milliárd forintot érhet. Hogy egy, és tudom, hogy egy ügyes gázszerelő sok mindent elér, de hát azért baszki mégis. Tudod, mi a baj ezzel? A nagy számok a baj. Tehát ha te keresel 350, 450 vagy 550 ezer forintot, a szomszédod úgy fog rád nézni, mint egy aljas útonállóra, hogy ennek a szarházinak milyen jó megy, hogy 550 ezer forintot keres. De azt mondod, hogy 55 milliárd. Nem tudja fölfogni a mennyiséget, érted? Az nem fáj. Ennyi. Tehát, Krisztián, milliárd fölött kell mindent csinálni, és az nem fog fájni senkinek. Érted? Ez csak egy milliárd. Hol van az ahhoz képest, hogy Amaz 100 000-et lopott? Egy milliárd. Hát az egy, érted? Ezzel van a baj. Hát ez hihetetlen. Akkor is hihetetlen, hogy hova... Hol lehet eljutni egy jó gázszerelői végzettséggel? Én sokszor azt gondolom, hogy így Magyarországon a politikusok honfoglalóznak. Tehát így stratégiailag, vagy nem is jó honfoglaló. Mi az? Monopoli. Érted? Hát most megvettük ezt, most megveszük azt, most egy kis egy kis szélerőmű, naperőmű, most ebből vásároljunk be, hát akkor legyen az összes újság az enyém, és tehát, na, itt ülnek egy asztalnál, és így zsugáznak a fejünk fölött, mellesleg. Gondolkozó, vitatkozó, a valóságot kritikus szemmel szemlélő állampolgár ennek az országnak nem kell. Tehát aki ilyen, az már vagy elment külföldre, vagy itthon morog. Hallottam az egyik városról, ahol nagyon keményen van jelen a jelenlegi kormányzati hatalom. Az egyik ember nyitott egy kocsmát 3 éve. És beszélgettem ezzel a jó emberrel, és ő mesélte, hogy neki előtte, 10 évvel előtte volt kocsmája. Tehát azt pontosan tudta, hogy milyen egy ilyen kis kocsmát kinyitni. Milyen 30-an férnek be, tudod, jó hangulat, lehet sörözni, megy a rádió, beszélgetés, stb. És azt mondja, nem hiszem el, de bennül 20 ember és csönd van a kocsmába. Micsoda? Nem mernek beszélgetni az emberek. Hagytam egy kis szünetet, hogy próbáld magadba ezt így földolgozni, érted? Hogy bennülnek 21 kocsmába és csönd van. Érted? És hát az hihetetlen. Tehát, hogy hova fogunk még fejlődni? Tehát mi az a következő lépés, amit
amit majd meg kell tennünk. Tehát tényleg igaza lesz ezeknek az összeesküvés elméletgyártóknak, tudod, hogy a Bibliában benne van, hogy a sátán a homlokodon fog megjelölni téged, és majd figyeld meg, hogy a csipet beültetik a fejedbe, és akkor be fog valósulni az, amit ott írtak a jelenések könyvébe. Én már ilyeneket várok. Na, de hát szerintem evezzünk kicsit szabadabb vizekre. Egyrészt szeretnénk megköszönni a támogatóinknak azt a támogatást, amit hétről hétre, hónapról hónapra nyújtanak azért, hogy ez a kis podcast létrejöhessen minden héten. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes-t, keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. És természetesen a Charlie-nak is, aki a háttérben buzgókodik, csak meg akartam nézni, hogy hol járunk adás ügyileg. Hanyadik perc. És próbál minket okítani szüntelenül Charlie, de... Hát téged, Krisztián. De most lent Debrecenben elárulta, hogy neki van egy olyan érzése, hogy ő így mondja, és az egyik fülünkön be, a másikon ki. De figyelj, ne úgy beszéljél már, légy szíves, hogy fülünkön, tehát az egyik füleden be, a másikon meg ki. Többes számba mondta, úgyhogy lehet, hogy neked is vaj van a fület mögött. Csak azért mondta többes számba, hogy ne sértődjél meg, de én tudom, hogy csak rád gondolom. Jó rendben, biztosan. Én tudom, hogy csak rád gondolom. Bakker, megnéztem, jelentem ma, mielőtt elkezdtünk podcastelni, megnéztem a 13. részt a Star Trek sorozatból. De az előtte lévőeket is megnézted, nyugtass meg. Persze. Nem, most tették fel a napokba a 13-at, és ugye ezzel lezárult egy etap. Na, és mit szólsz a fordulatokhoz? Az univerzum. Hát bakker, tehát így totálisan kiakadtam, érted? Tudod, ez a tökre olyan érzésem volt, mint a Paraszbácsinak a repülőn, hogy ezt is gondoltam, ezt nem gondoltam volna, érted? De durva volt. Nagyon durva volt. És hát most azért érdekes lesz a hogyan tovább című szituáció, mert anélkül, hogy nagyon elspoilereznénk a sztorit, de mit fognak kezdeni ezzel a csajjal? Nem tudom, én már nem. Várja, mert szerintem marha jó előkészítették neki a terepet. Tehát eljött egy ilyen univerzumból, és ezek hazajöttek egy olyan univerzumba, amilyenből eljöttek. Érted tehát szerintem zseniális ötlet amúgy. Nyilván egyébként a Star Trek univerzum eredeti idővonalához ezeknek ma azért nagyjából közük nincsen. Jaj. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon tetszik. Na, jó, örülök. Imádom. Sikerült visszakapni a lelkesedést. Igen, hát ott a klingonok nekem annyira nem voltak jók. Aztán lehet, hogy még azon is csavarnak majd egyet, nem tudom. De klassz. Tehát most már kezdem így bele. Mondjuk átvették a trónok harcát, tehát tudod, egy kicsit megkedvelted a kapitányt. Hát azt nyilván elintézték, megkedvelted ezt a biztonsági tisztet, az sem volt frankó, érted? Tehát így fogyasztják azért a potenciális szereplőket. Klassz,
Klassz. Nekem most ez így. Egyébként minden Star Trek tetszett, mert hogy mindegyiknek volt valami varázsa, akár a Deep Space Nine-nak, akár a Next Generation-nek, vagy a Voyager-nek, ugye az első női kapitány. De ennek is kezd most már egy ilyen hihetetlen húzós jellege lenni, és jók szerintem benne az akciójelenetek, és a CGI is tökéletes. Nagyon-nagyon jó, annyira, szuper dinamikus, igen. Annyira klassz, látványos, tényleg, mint a mozifilmek majdnem azt a színvonalat hozza. Jó, nekem ez a meleg szál, ez egy picit sok volt, már nem a gyomromnak, hanem hogy úgy éreztem, mintha így erőltették volna. Lehet, hogy nem kellett volna ennyire tolni ezt a sztorit benne. Most egyébként elvesztettük a hallgatóink 50%-át, tehát úgyhogy most már nyugodtan beszéltünk róla. Nekem túlzó volt, na, tehát ezt egy picit visszafogottabban is meg lehetett volna csinálni. Nem tudok vele mit kezdeni, hogy így akarták az alkotók. Akkor így csinálták. Nem éreztem de soknak. Nem biztos, hogy dramaturgiailag szükség lett volna arra, hogy ennyire élesbe, mit tudom én, csókolózzanak. Most én ilyenekre gondolok, érted? Hogy a 2018-at írunk azért. Hát jó, de most muszáj ezt nekem a pofámba tolni, érted? Nem tudom. Nem tudom. Én elhiszem nekik, hogy szeretik egymást, de ez már dramaturgiailag szerintem fölösleges. Funkciója volt ott a lelkizésnek, és speciál pont így írták meg. A nyelves puszinak milyen funkciója volt? Tehát azt a lelkizésnek abszolút volt funkciója, és bemutatták a kapcsolatot. De a nyelves puszinak nem volt funkciója, Krisztián. Na mindegy. Ha két hölgy lett volna a szereplő, akkor most nem lenne semmi kifogásod ellene. Nem, mert nyilvánvaló okokból nem lenne semmi kifogásom ellene, de mondjuk a Star Trekben nekem ez is szokatlan lett volna, hogyha ezt két nő csinálja. Sőt, még az is szokatlan lett volna, hogyha ennyire direktben mutatják bármelyik két főhősnek a nyelves pusziát. Na. Tehát ez nem, hogy mondjam, nem annyira a Star Trek. Úristen, csókolóztak a Star Trekben! Méltó. Úristen! Ne, komolyan, tehát most nem az, hát persze én is megnézem a pornófilmet, mert az odavaló, de a Star Trek-et én egyfajta ilyen szentségnek tartom a magam részéről, és ez nekem most nem volt annyira gyerebe, de még egyszer mondom, nem azzal volt bajom, hogy ez két férfi csinálja, hanem azzal volt igazán bajom, hogy ez nem volt szokás a Star Trek. Mondj egy Star Trek filmet, ahol ilyen szimpadias csókolózás van. Nincs. Nem emlékszem rá. De nincs. Még talán az új mozifilmben sincsen. Pedig ott is vannak ilyen sikamlós jelenetek, ugye az Uhurával, az első részben, stb. Na, mondom, még egyszer nekem ez így egy picit sok pedig volt, de egyébként ha már témánál vagyunk, az sem volt divat, hogy még ha ilyen visszafogott, de átjeleneteket reprezentáljanak a Star Trekbe, és az is volt, és az nem is volt annyira visszafogott, ami a biztonsági tisztnek az emlékeiből jön vissza a tudatalattiából, amikor a Klingon nővel hepáznak. Úgyhogy ez egy merészebb megközelítés, látszik. Hát nem tudom, szerintem az se volt a szívem csücske, de az igazából azért ilyen, na, tehát ott mi ül a egyik rajtot. Nem tudom, tehát mindegy, mondom, ezt én egy picit soknak éreztem, de egyébként nagyon jó volt. A sztori az zseniális. És ami még nekem nagyon tetszik, az a fölvezetés, tehát az, amikor a föliratok mennek, meg a az nagyon az szép lett, megcsinálva, igen, az a grafikai rész.
Én még ilyen szépet se mozifilmbe, se sorozatban. Jó, az e főcímzenéje nem is láttam. Iszonyatosan passzol. Nem, hogy Star Trekbe, hanem semmilyenbe. Tehát, hogy ez annyira klasszú ki van találva ez a grafikai világ, és a zene, meg minden. Tehát, ha valakit nem érdekel az egész, legalább ezt nézze meg, mert ez szerintem így esztétikailag is egy óriási élmény. És ha más nincsen, akkor én nekem még annyi volt, hogy elkezdtem nézni, de ezt lehet, hogy már mondtam a múlt héten, elkezdtem nézni a Breaking Bread-et, vagy Bread, vagy Bread, Breaking Bread. Elkezdtem nézni, egy általunk most az elég sokat szidott Index cikk hatására. Nem is tudom, 5. év folyam megy már ebből a sorozatból, és ott elolvastam az Indexnek a cikkét, hogy na ez az a sorozat, amelyik gyakorlatilag elindította ezt az új sorozat hullámot, és hogy ezután a film után készültek a jobbnál jobb sorozatok, és akkor elkezdtem nézni, és hát ez zseniális, tényleg jó. Úgyhogy ti már biztos Charlie-val átócettig láttátok az összeset. Én nem néztem, nálunk Ingának volt nagy kedvence, és én így bele-bele kukkantottam hébe-hóba, úgyhogy nekem nincs meg az egész, de azt tudom, hogy iszonyat minőségi, nagyon jó sorozat, úgyhogy majd egyszer, ha hiányt szenvedek az egyéb sorozataimból, akkor nagyon, biztos, hogy bepótlom. Nagyon jó. Érzek némi párhuzamot a nikotinos likvid keverés Magyarországon és a film között. Ez csak ezért említettem meg, hogy némi párhuzamot érzek, mert azért múltkor számoltam össze, és nem mondom meg hány cégről tudok, aki a 2-7 évig való fenyegetés miatt ment ki ebből az országból, vagy tette ki a telephelyét, székhelyét országon kívülre, mert egyszer csak volt egy, már a nevére sem emlékszem ennek a jó embernek, aki így leküldött a NAV-hoz, vagy a NAV-hoz leküldött egy papírt, Szócska, hogy akkor Miklós. Mostantól kezdve gyógyszerhamisítás. Szócska Miklósnak hívják ezt. Nagyszerű. Nagy nem fogunk elfelejteni emléket, örökké megőrizzük. Ennyi. És ha nincs más, akkor szerintem be is zárhatunk, hát még neked is van. Neked is van még tennivalód, úgy tudom, és nekem is van még tennivalóm, és nagyon szépen köszönjük mindenkitől vagy mindenkinek a figyelmét, és egy élmény volt. Sziasztok! Köszi, sziasztok!